Köszöntöm a szubjektív nézőit! Petőfi Sándor emlékévé nyilvánította a Magyar Országgyűlés az idei és a 2023-as esztendőt is. A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja születésének 200. évfordulója adott erre alkalmat. A Mozdulj Petőfi nevet viselő Vajdasági Petőfi 200 rendezvény sorozat 2023. január 1-én kezdődik, és 2024. március 15-éig tart, de a szervezés már jóval korábban elkezdődött. Mindenről beszélgetünk itt a mai műsorban Lovas Ildikóval, íróval, a Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központ vezetőjével, nem máshol, mint itt a VM4K-ban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Még mielőtt rátérnénk a rendezvénysorozatra, az lenne a kérdésem, hogy hogyan látja, mit jelent, vagy mit jelenthet, illetve mit adhat a ma emberének a Petőfi? Egyáltalán milyen kultusza van Petőfinek itt a Vajdaságban? Nagyon sokat gondolkodtam már, amikor a projekt címéről vagy mottójáról kellett dönteni, hogy mi volna az, ami megszólítja a vajdasági magyar közösséget, de elsősorban a fiatalokat. Mert azt gondolom, hogy az idősebbeknek nem csak Petőfiről van kialakult képük, hanem minden hozzá kötődő eseményről, a gyerekkorukból, az ünnepségekről, és akkor ez már mindjárt ilyen kétértelmű dolog, hogy milyen ünnepségek, tehát erre majd nyilván kitérünk. És eszembe jutott, hogy amikor én nagyon rövid ideig magyar tanárként dolgoztam középiskolában, és Petőfiről kellett órát tartanom, volt ilyen, hogy mit mondtam, mit emeltem ki a gyerekeknek. És azt jutott eszembe, hát jó, nagyon, nagyon fiatal voltam, de és nem azzal kezdtem, hogy a nemzet legmeghatározóbb költője, ezt most is így félve mondom ki, hogy legmeghatározóbb, mert nem is vagyok biztos abban, hogy van ilyen, de ha van ilyen, akkor az egyértelműen Petőfi, a komplex egyénisége, az állásfoglalása, az embersége, a miensége, a vállalása, a bátorsága, nagyon sok minden miatt. És azt mondtam én, hogy a Petőfi egy nagyszerű színész volt, és hogy azért egy költőzseni. És ez a két dolog így megfogta a gyerekeket, hogy ez így hogyan van, és így rájöttem, hogy az egyéniségből, tehát hogy a színészek egyéniségéből is fakad a mienségük. És hogy talán ez a legmeghatározóbb módon jellemzi Petőfit, vagy amikor rágondolunk, ez a fölpattanok, most mindegy, hogy a lépcsőre vagy a lóra pattanok föl, vagy egy szekérre pattanok föl, de fölpattanok és mondom és előadom a dolgot. Nyilván ez a színész vénája, ugye? Tehát, hogy így megmutatkozni, de... Ez az előadó vénája. Igen, igen. És ez mozgatja a fiatalokat, mindig is. Tehát azért abban a korban vannak a fiatalok, hogy megmutatni önmagunkat, mert ezáltal meg is találjuk önmagunkat. Önmagam keresése, önmagam definiálása, az mindig megnyilatkozásokhoz kötött. És azt gondolom, hogy ezért fogadták jól a gyerekek, amikor Petőfiről tanultunk, és hát az, amit a költészetben csinált, az egyszerűen olyan mértékben modern, olyan mértékben szól a jelenről, hogy mindenről, amiről mi beszélni akarunk, a teremtett világról, a környezetről, akárhonnan közelítek, a legadekváltabb, legmodernebb kifejezéseket használva, mindenben megtalálhatjuk Petőfit. Mert a zsenialitás és a tehetség az ilyen, hogy nem múlik el, hanem ott ragyog és ott marad. Csak valamilyen formában átalakul például. A Mozdulj Petőfi, ez miért? Hogy jött? Mit jelent? Hogy jött? És van egy mögöttes üzenete? Igen, ugye mozdulj, Petőfi. Tehát körülbelül így tudom én ezt összefoglalni. A mozdulj, az ránk vonatkozik. Ugye, mert ez, hogy mozdulj, Petőfi, ez olyan, hogy kelj fel és járj. Tehát ez a bibliai idézetre asszociálna, hogy... És nem erről van szó, mi nem a Petőfinek mondjuk azt, hogy mozdulj, Petőfi, hello, hanem magunknak mondjuk, a vajdasági magyar közösségnek, azoknak az intézményeknek, egyéneknek, civil szervezeteknek, iskoláknak, mindenkinek, akit mi megkerestünk, akikkel mi együtt működünk, hogy, és azoknak az alkotóknak, akik valami úton, módon kötődtek Petőfihez, vagy foglalkoztak vele filmben, könyvben,
nagyon sokféle módon is szeretnénk ezt közel hozni a közönséghez, a vajdasági magyar közönséghez, tehát két részre tudnám ezt osztani. Egyrészt, akik mi vagyunk, hogy mozduljunk mindannyian, és tisztelegjünk Petőfi előtt. A Petőfi felkiáltójel pedig szintén egy nekünk szóló üzenet, hogy Petőfi, tehát mi vagyunk. Ez minden, amit fontosnak tartunk, vagy minden, amivel azonosulni tudunk, az Petőfi. És ebből kifolyólag aztán meg is vannak azok a kapcsolódási pontok, amikre rá lehet építeni tulajdonképpen ezt a rendezvénysorozatot. És hát, ahogy mondta is, már ez elkezdődött, és olyan kiváló kötetek jelentek meg Margócs István szerkesztésében, Szilágyi Márton szerkesztésében, vagy Herman Róbert szerkesztésében, amely könyveket mi szeretnénk bemutatni. Ezeket a meghatározó, a magyar irodalom meghatározó tudósait szeretnénk itt bemutatni, de hát a művészeket is, ugye Bereményi Géza ilyen például, aki megkerülhetetlen, és hát van ennek aktualitása, és én nekem az egyik ugye én az egyetemen a diploma dolgozatomat Bereményiből írtam, műfaji általású Bereményi Géza műveiben. És emlékszem már akkor is, a Cseh Tamással való kapcsolata és a dalok voltak a legizgalmasabbak, és amikor beszélgettünk Mészáros Gáborral, aki egy nagyon fontos részét fogja jelenteni majd ennek a rendezvénysorozatnak, és minden héten egy filmetűdöt fel fogunk tölteni, és mondtam, hogy a Vive la République, hogy az milyen fontos, és így ez egy fehér folt volt. És akkor így rájöttem, hogy amikor én 91-ben diplomáztam, és olyan sokan Bereményi Cseh Tamás viszonyrendszerét tartották fontosnak, hogy abból volna jó diplomázni, én azt nem akartam, én az Eldorado miatt akartam, csak a Bányai tanár úr azt mondta, hogy na jó, de hát az kevés, tehát akkor vegyük az irodalmi műveket is. De hogy mára ez átalakult, tehát nem olyan egyértelmű, nem magától értetődő ez a fajta tudás. De Bereményiben ez a fajta tudás nyilván benne van, akkor is, amikor írt, vagy akkor is, amikor filmet csinál, tehát folyamatosan. És ezt megmutatni, illetve ezt valahogy ezt az ívet megrajzolni, ugye, a visszafordulni, ugye, a dalszövegben, hogy szembefordulni. Amikor jön a tömeg, amikor jön a muszka, szembefordulni, nem gyávának lenni. Tehát az egész Petőfi jelenség, az olyan mértékben tud azonos lenni a vajdasági magyar közösséggel, hogy nem szorul magyarázatra. Viszont fel kell villantani elemeket, amelyek már nem mindenki előtt ismertek, nem mindenki számára egyértelműek. Meg kell nyitni ugye azokat a kérdéseket, amelyeket mondjuk a kánon másként határozott meg Petőfi Brigád. Én nem akarunk erről beszélni. De például Kabók Erika szerkesztésében a Magyar Szó hétvége rovatában olyan izgalmas témákat fognak feldolgozni, amelyek Petőfihez kötődnek, de egészen másként. Lesznek irodalmi konferenciák, tájkonferencia, történész konferencia, nagyon bízunk benne, hogy a Matica Szrbszkával lesz egy közös szerbnyelvű konferencia Petőfi szerb recepciójáról. Ezek olyan fontos dolgok, ugyanolyan fontosak, mint a Petőfi iskolák találkozója például. Mert hogy ilyen is lesz? Ilyen is lesz. Petőfi iskolák találkozója is lesz, mert ugye ami miatt létrehozták az máj találkozó, vagy az máj játékok példájára, az olyan mértékben összekovácsolta az akkori gyerekeket, hogy amikor beszélgetünk, akkor kiderül, hogy ez mindenki számára büszkeség, aki Petőfi általános iskolába járt. Én is egyébként. Ugye? Habár amikor elkezdtem, akkor még a Petőfi Brigád általános iskola volt, de mire a 8 osztály végére értem, akkor már Petőfi Sándor általános iskola. Igen, tehát látja ez, hogy akárkivel beszéltem, amikor így kezdtük, hogy melyek a Petőfi iskolák, és akkor kiderült, hogy én abba jártam, ugye, mert hogy itt a VM4K-ban is sokfelől jönnek az emberek, én is abba jártam, nálunk Petőfi Művelődési Egyesület van. Tehát, hogy adták magukat a történetek,
és adja magát ez az átalakulás a Petőfi Brigádból Petőfi Sándorra, ami csak mondjuk a kurzusváltásnak a következménye, de azért a mi fejünkben, vagy a maguk fejében, amikor Petőfit szavaltak, vagy nem tudom, hogy is megy ez a Petőfi Sándor moziba, hogy megy? Felesége bugyiba így mennek a moziba. Emlékszik erre? Nem. Emlékszem, de nem ugrik be teljesen. Tehát ezt az ilyen mondókákat tudtuk. Tehát a Petőfi az a népnyelvén, a játékosságban, a huncutkodásban, a rosszalkodásban, tehát minden gyereknek, hát senki nem gondolta, maguk gondoltak a Petőfi Brigádra. Nem. Mozdul Petőfi, tehát ebbe is ez van. Beszélgessünk egy picit a logóról is, mert ennek is nagyon érdekes a története. Akit keresnek, az nincs sehol? Igen, igen, akit keresnek, az nincs sehol. Ez a Szép Amáliák egyik kulcsmondata lett végül, nem is tudtam, hogy így van, de látja, a dolgok összefüggnek az ember fejébe öntudatlanul, és pontosan így nagyon érdekes, hogy erre így rá kérdez, vagy ráérzett. Ez valóban így van. Ugye én amikor befejeztem az egyetemet, három nagy interjút készítettem a Petrik Pállal, az Almási Gáborral és a Pataki Lászlóval. Ezek életút interjúk voltak, szokta néha még vetíteni az Újvidéki Televízió. Tehát én 89 óta ismertem őket, és Almási Gábor egy meghatározó alakja, azt gondolom, a vajdasági magyar kulturális életnek, ahogyan Petrik Pál is. Hasonlóképpen és mégis másként. És Almási készítette el 1948-ban a Petőfi Mászobrot, ami eltűnt. Nincs meg, ez tényleg így van. Kerestük Virági Bolyánnál, akit megbíztak, akire a hagyatékot hagyták. Kerestük a Városi Múzeumban. A Ninkov Kovacsi Volgáik átnézték a leltárt. Mindent elkövettünk, nincs meg. A fotó van meg róla. A Szobortalan Égajról Jöttem című kötetben van benne ez a szobor. Tehát ez egy olyan hihetetlen kapcsolódás. Mondhatnánk véletlennek, ha hinnénk abba, hogy vannak véletlenek. Nem vagyok biztos abba, hogy vannak véletlenek ilyen volumenű dolgok esetében. Ez valami irányított dolog lehet, vagy legalábbis én ebbe szeretnék hinni, hogy ahogyan Petőfi eltűnt, úgy ez a szobor is, és mégis megvan. Tehát az emlékezet őrzi. Mi őrizzük. És Lackó Lénárd, aki a logót tervezte, olyan szilánkosra törte, olyan valóban visszaadja, mert ugye 1948-ban az Almási Gábornak egy ilyen időszaka volt, és egyébként is, hát ez az Infobíró korszak 1948, egy nagyon kemény időszak a keleti blokk életében, ugye amikor Jugoszlávia külön válik, de előtte még azért közösen, hát hogy mondjam, 45 és 48 között azért nagyon erőteljesen kommunista időszak volt azokkal a hősökkel, azokkal a szobrokkal, nagyon monumentális mozdulatokkal, a forradalmiság kifejezésével. És azt gondolom, hogy Almásinak éppen ezért bejött Petőfi, tehát hogy mint alkotónak, hogy milyen jó egy ilyen erőteljes forradalmát. És aztán a Lénárd, ahogyan ezt átformálja, nem azt mondanám, hogy lágyítja, de ahogyan 21. századivá teszi ezt a logót, ami olyan módon is kapcsolódik hozzánk, vajdaságiakhoz, hogy nekünk Almási az első akadémiát végzett szobrászunk. Én azt gondolom, hogy az agyakhoz, a fűthöz, az emberekhöz ragaszkodnunk kell. Tehát akkor tud Petőfi a miénk lenni, ha megtaláljuk azokat a kötődéseket, ami által mi az övé vagyunk. Beszélgessünk akkor még egy picit a programokról, néhányat már említette, mégis azért mivel készülnek majd? Mindenféle dolgot kitaláltunk, például meghirdettünk már egy pályázatot a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján, hogy adjanak elő Petőfit. Nagyon nagy volt az érdeklődés, de hát ez egy nehéz dolog, mert
rettentő költői képzelet, nem fér be sokaknak, de a temeriniek vállalták. Úgyhogy ezt nagy izgatottsággal várjuk. A Tanya Színház a Helysi kalapácsát fogja előadni, ezt már előre megbeszéltük. Nagy megtiszteltetés, hogy a Tanya Színházzal is együttműködhetünk. Akkor a Kamaraszínház, az Entai Magyar Kamaraszínház, ott már van egy előadás, amit reméljük, hogy sikerül bemutatni, de most a napokban lesz egy másik bemutató, amit szintén szeretnénk majd tájoltatni. Nagyon sok gyerekeknek szóló rendezvény is lesz, versenyek is lesznek, szavaló versenyek is lesznek, a média, a Mézes Kalács, a Jópajtás, a Lurko Rádió, a Szabadkai Rádiónak a gyermek és ifjúsági programja, mindenki bekapcsolódott, a vajdasági versmondók, az újvidéki Petőfi, tehát mindenki, aki az elmúlt években, évtizedekben foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, bekapcsolódott, az Énekelt Versek Fesztiválja bekapcsolódott, úgyhogy mi úgy tudjuk egész évre szétterjeszteni, kiterjeszteni ezt a Petőfi rendezvénysorozatot, hogy azt is, ami egyébként van, az ő tiszteletébe fogjuk megrendezni, és előtte hajtunk főt. Azt gondolom, hogy a vajdasági magyar kulturális életnek az amatőr egyesületek találkozója is lesz, a Petőfi nevét viselő egyesületek és mások találkozója. A középiskolásoknak lesz vetélkedő verseny, külön megszervezve, és reméljük, hogy utaztatni tudjuk őket majd díjképpen, nem csak Petőfi szülőhelyére, nem csak a Nemzeti Múzeumban, nem csak reméljük Aradra vagy messzebb, hogy lássák a helyeket, amelyek Petőfihez kötődnek, de könyvet is szeretnénk kiadni, azt, ami talán legalábbis az én generációmnak megvan, az én olvasmányom, ezt a Fórum könyvkiadat annak idején kiadta, az a János Vitéz volt, amit mai formájában szeretnék, szintén együttműködésben, nyilván a könyvkiadónkkal. Remélem, hogy ez mind megvalósul majd, kíváncsian várjuk a részleteket és a programokat, a rendezvényeket. A cél az azt hiszem, hogy meg fog valósulni mindenféleképpen. Igen, mert a célunk az, hogy közösen együtt mozduljunk és egész évben emlékezzünk Petőfire. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a nézőknek pedig a figyelmet. Lovas Ildikóval, íróval, a Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központ vezetőjével beszélgettünk a Mozdulj Petőfi rendezvénysorozatról. Még egyszer köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra!